Szerencsváros önkormányzatának a döntése alapján meghatározott feltételek mellett az idén is biztosítják a tanévkezdési támogatást azoknak a szülőknek, akik a kérelem benyújtását megelőző egyesztendőben Szerencs közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkeznek, és gyermekeik általános iskolában vagy középfokú oktatási intézményben tanulnak tovább. Tanévkezési támogatása jogosul továbbá saját jogán az a nagykorú, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, és szintén feltétel, hogy a kérelem benyújtását megelőző egy éve szerencsi állandó lakcímmel rendelkezik. A juttatás megállapításának feltétele, hogy a kérelmező családjában a havi egyfőre jutó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2022-ben 28.500 forint, 800 át tehát 228.000 forintot, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő neveli, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900 tehát 256.500 forintot. A támogatás, ami csak kérelem alapján állapítható meg, összege 10.000 forint per tanuló, amit vásárlási utalmány formájában kapnak meg a jogosultak. A dokumentumokat 2022. július 15 és 2022. október 15-e között lehet előterjeszteni a Szerencsi Polgármesteri Hivatal, Humán és Igazgatási Irodáján. A kérelem letölthető Szerencsváros hivatalos honlapjáról, illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál, amihez csatolni kell közép- illetve felsőoktatásban résztvevő tanulók esetében az oktatási intézmény által kiadott, nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásának az igazolását.